A hegymászást utánzó mászófal volt az egyik legnépszerűbb szórakozási lehetőség a gyerekek körében a szálkai falunapon. A közel 10 méter magas függőleges akadálypályát voltak, akik egymás után többször is megmászták. A lábad a szállal. Én azt szoktam csinálni, hogy én ilyen bemélyedésbe kapaszkodok le, nem pedig ebbe a ilyenbe, mert itt lecsúszik a kezed. Itt a lábad kell föltenni, meg a lábad. Néhány méterrel arrébb népi hangszereket és játékokat készítettek azok, akik már eleget sportoltak. A gyerekek itt olyan különleges hangkeltő eszközökkel ismerkedhettek meg, mint a nádi hegedű, vagy például a japán keserűfűből készült tutora. Ami az alföldi ember számára a zúzoló, tehát ugyanarról a hangszerről van szó. A Kárpát-medencében volt ilyen népi együttes is, aki ennek a hangszernek a nevét viselte, Ferenc János, Tolna megyében élt valaha, és az ő együttese a tutora nevet viselte. Egy ritkaság. Nem, így van, a nádi hegedű egy ritkaság, és a kóri hegedű. Ezeket be kell gyantázni, és a nádi hegedű, ezen most hangoló nincs, de lehet rá kis fadarabból hangolót is. Ha a háttérben szól, népzenét játszik az együttes egy hegedűvel, és az ember... Ha megpróbálja utánozni, szinte hallja ugyanazt a hegedű szót. A szálkai falunap szervezői a felnőttekre is gondoltak. A szekszárdi Balassa János kórházban működő egészségfejlesztési iroda munkatársai egész délután ingyenes szűrésekkel várták a programokra kilátogatókat. Lehet vércukrot, lehet testösszetételt, ahogy voltunk különböző falunapokon, erre volt a legnagyobb igény. Aztán lehet szénmonoxidot, aki dohányos. Ilyeneket lehet, de ki lehet próbálni a részek szemüveget a kábítószer kapcsán, hogy érjük, van egy kábítószer szemüvegünk, ezek vannak a tarsolyunkban. A Szekszárdi megyei kórháznak a pályázata tulajdonképpen egy évek óta pályázat, és az elmúlt két évben nyert is, és akkor így jöhetett létre pályázati feltételekkel. Ez a lakosságnak az egészségfejlesztését szolgálja, tehát ez nem gyógyítás, hanem mindaz, ami az azt megelőző szűrések. Számos programot szervezünk. Itt például, hogyha valaki azt mondja, hogy dohányos és nem jók az értékei, és szeretne leszokni, akkor felírunk egy telefonszámot, és akkor értesítjük, mikor indul dohányzás leszoktató program. Tehát egy ilyen egészségfejlesztési szűrő dolgokat cégeknél, magánszemélyeknél egyaránt. Az iroda konkrétan Szekszárdnak a kórházában, a Lila épületben működik. Szálkán a helyi falunapot szervezők évek óta nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a programjai kifejezetten a helyi közösségre szóljanak. Azt mondják, ez azért fontos, mert ezáltal is szeretnék hangsúlyozni a településre jellemző nyugodt üdülőfalu jelleget. Olyan kívánság és elvárás is lenne, hogy a fesztiválok útján ugye egy nagyobb hírnevet, és minél több ember jön ide, ugyanakkor meg úgy gondoljuk, hogy sokan azért jönnek ide, hogy a nyugalmat és a csendet keresik. Tehát ez egy kettős elvárás, amiben hát megpróbálnánk valahol egyensúlyt teremteni. Olyan kívánság és elvárás is lenne, hogy a fesztiválok útján ugye egy nagyobb hírnevet, és minél több ember jön ide, ugyanakkor meg úgy gondoljuk, hogy sokan azért jönnek ide, hogy a nyugalmat és a csendet keresik. Tehát ez egy kettős elvárás, amiben hát megpróbálnánk valahol egyensúlyt teremteni.
A Szálkai falunapon a családoknak szóló rendezvények mellett színpadi produkciók váltották egymást, kora este pedig a települési önkormányzata által adományozott elismerések átadására került sor.